szeretettel köszöntelek benneteket szilveszter napján, azaz a kalendáriumi év utolsó napján. Hálából jöttünk össze itt az Isten házába, hogy közösen mondjunk köszönetet az Istennek minden egyes ótéteményéért. Hálát adunk neki tiszta szívből, akár a fájdalmakért is, de elsősorban a jó dolgokért, amik értek bennünket, szeretteinkért, hogy méltó módon tiszta lélekkel tudunk fohászkodni ebben a szentmisében egymásért, és köszönetet mondani a Istennek, vizsgáljuk a lelki ismeretünket, és bánjuk meg minden bűnünket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvérek, hogy sokszor és sokan védkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és mutatással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a valóságos, mindenkor szeretettel szóval várniát, az összes vannalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ezekiel proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszélet juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakottájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd kövér legelőn Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és az egészségeset. Az igazság szerint legeltetem őket. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ugyanúgy, ahogyan az egyház évnek van kezdete, advent első vasárnapjával, ugyanúgy van a polgári évnek is kezdete és vége, mégpedig a mai nappal befejezzük ezt a polgári évet, és a holnapi nappal Mária szűzanya Isten anyaságának ünnepével megkezdjük az új polgári esztendőt. Ugyanígy van gazdasági év, ami ősszel kezdődik és záródik. Mi hagyomány szerint ilyenkor beszámolást és számvetést tartunk. Elsősorban ugye a plébánia, illetve a templom, a közösségünk működésének anyagi költségeit, bevételeit és kiadásait ismertetném a kedves testvérekkel. Ugye minden egyes vasárnap és parancsolt ünnepeken gyűjtés van, a persejpénz gyűjtése, adománya a kedves hívek részéről részletesen szétvírva, de összefoglalva a szlovák nyelvű szentmiséknek az egész éves persejpénz adomány bevétele 1417,80 €, a magyar nyelvű szentmisék persejpénzének a bevétele 7600,56 €, tehát ez összesen 9018,36 € tesz ki, és még ehhez tartozik 9350 forint. Isten fizesse meg a kedves híveknek az adományait. Az év közben különféle gyűjtéseket is tartunk, amit hivatalosan az egyház ír elő számunkra. Vannak egész Szlovákiát illető gyűjtések, és van, amit a saját püspökségünk ír elő. Ezekből a gyűjtésekből most kettővel kevesebbet tartottunk. Egyszer volt szemináriumi gyűjtés a kettő helyett, és az üldözött keresztények részére külön nem gyűjtöttünk adományt, viszont támogatást küldtünk. A betlehemi gyűjtésből a szlovák nyelvű szentmisén 34,80 € jött össze, a magyar nyelvűn 160,60 €, összesen 195,40 €. A Caritas első gyűjtésénél, a szlovák nyelvű szentmisén 40,20 €, a magyar nyelvű szentmisén 129,35 € jött össze, összesen 169,55 €. A Szent Sírnál 214,83 € folyt be, hogy a Szent Sírnak a támogatása az a Szentföldre megy. A szemináriumra való gyűjtésnél a szlovák nyelvű szentmisén 27,20 € és a magyar nyelvűn 127,25 €, összesen 154,45. A médiákra 24,40 € jött be a szlovák nyelvű szentmisén, 77,23 a magyaron, és összesen ez 101,63 € tesz ki. A Péter filléreknek a gyűjtése, ugye Péter Pálkor, vagy a rákövetkező vasárnapján van ez a gyűjtés tartva, amit Rómába küldünk, 25,70 € jött be a szlovák nyelvű szentmisén, és 92,65 € a magyar nyelvűn, 118,35 € a végösszege. A missziókra a gyűjtés 28,02 € és 196,10 €. Összesen 224,12 € folyt be. A Caritasnak a őszi gyűjtésén 21,90 € jött be, és 139 € jött be a magyar nyelvű szentmisén. Összesen ez 160,90 €.
Összevéve a szlovák nyelvű szentmiséken, tehát a gyűjtésekből 202,22 € jött be, a magyar nyelvű szentmiséken pedig 1137,1 cent, összesen 1339,23 € lett a gyűjtéseknek a bevétele. Ugye volt egy adventi koncertünk is, és hogy az adventi koncertnek a bevételét azt Kárpátaljára fogjuk januárba eljuttatni az új évben. Itt 1200 € jött be a kedves híveknek az adományából, tehát ez mind magánszemélyektől van. Isten fizesse meg ezt a segítséget is. Azon kívül a hátul található persejben, amin van egy fölirat, hogy a templomra adományok, ebben a kasszában 262,30 € jött be. És tovább folytatva az adományokat, a fizikai személyektől az adományoknak az összege ebben az évben, ez, tehát ami a templomra van, az különlegesen magas a többi évhez képest, hiszen ide jött még 1510 € pontosan. Ami a kiadásokat jelenti, a bank számla egyenleg a következőképpen alakult. A kiadásoknál a villany, templom villanya az 2450,27 €, aztán a banki kiadások, vagyis a számla vezetés 42,75 €, a tékomos kiadás 539,88 cent, gazdasági fond 900 €, a támogatási fond 560 €, hogy ez mit is jelent, az a bevételekből, amelyek befolynak a mi kasszánkba, legyen az a személyes kasszába, tehát a plébániai fizikai kasszába, vagy a banki kasszába, a persejpénz adományokból és minden bevételből, ezekből van kiszámolva 5%, amely a püspökségre megy. Tehát ebből az 5%-ból ez a támogatási fond, azt úgy is lehetne mondani, hogy ez egyház adó, de ebből bizonyos időközönként lehet lehívni támogatásokat, ne gondoljunk itt nagy összegekre, pár ezer eurót, lehet, hogy 3-4 ezer eurót is lehet ebből lehívni, tehát gyakorlatilag, mintha előre leasingelnénk valamiféle befektetést, és a körzetnek a plébániáinak kell mindig egy vagy két plébániát fölterjeszteni, akik valami munkálatokba kezdtek. Azért kell megegyezni, mert ha 10 plébánia kérne ebből a támogatási fontból az esperesi kerület részéről, akkor 10 felosztódik, tehát mit én tudom, hogy 3-4 ezer euró, ez mindig fönt határozzák meg, hogy mennyi lesz ez a mi körzetünknek, tehát ez annyi felé osztódik, ahányan kérnek, tehát azért észszerű mindig megegyezni ezekben. Ugye a tavalyi, illetve az előtti években nagy beruházás volt a Garamkövesdi plébániának a felújítását lehetett befejezni ezekből az összegekből és magyarországi támogatásokból, de hát a püspökség ezt a részét, tehát mi is, ugye, és a többi plébánia is ezt a 3-4 ezer eurót, tehát az utolsó két évben a kövesdi templomnak a felújítását és annak a befejezésére szántuk. Tehát a következőkben, amennyiben itt ugye felújítási munkák lesznek a toronnyal kapcsolatban, belső szerkezetével kapcsolatban, akkor tudunk mi is lehívni ebből a támogatási összegből, tehát hogy tudjuk, hogy mit jelent ez gyakorlatilag. Az adó a 2018-as bevételből, amit 19-es évben fizetünk be, az 2251,47 €, ez pedig az államnak szóló adó. Tehát, hogy ami bevételünk van, azért sok adót kifizetünk, akár államnak, akár egyháznak, persze egyháznak kevesebbet, és abból visszakaphatunk. Tehát az összkiadás a banki egyenlegen az 6744,37 €. A bankszámla számlak az egyenlege a tegnapi naphoz 20.467,87 €, tehát sokkal jobban állunk, mint tavaly. A tavalyi
évvégi egyenleg 16.508,26 €, tehát ennek a különbsége, tehát a számla növekedése 3.959,61 €, hiszen erre a számlára futott be a pincének a bérlete 663,88 €, a földeknek, vagy az egyik tétele, földbérlet 5.408,89 €, a földek második tétele, szőlő 4.161,21 €, a földbérlet, és egy részét, ugye az én is adományoztam a számlára, hogy 470 €, és 130 € pedig a kasszába, az pontosan a benzin, illetve a nafta tételet jelenti, tehát amit kiveszek, azt vissza is adom, csak hogy a pénzmozgásból, hogy lehessen ezt látni a ellenőrzések folyamán. Ez összesen, tehát a bevétel a bankszámlán 10.703,98 €, tehát még egyszer megismételve, az egyenleg a számlán 20.467,87 a teljes összeg, amivel rendelkezünk. A kasszából a kiadások, a személyi kiadások az 1.300 €, a villany, plébánia villanya 364,54 €, a gáz 1.504,78 €, ebből még majd lesz az elszámolás, általában vissza szoktunk kapni belőle. A villanyhoz még lehet, hogy hozzáfizetni, tehát hogy valahogyan kiegyenlítődik. Net RTVS 130,08 €, az irodai kiadások 572,16 €, amit mondtam, hogy a úti költség, vagy nafta díj, amit meghatározhatunk, az 600 € kivéve, de vissza is téve. A liturgikai eszközök, liturgiával kapcsolatos kiadások, itt ebben benne vannak a miseborok, a gyertyák, az ostyák, mindenféle, ami hozzátartozik, esetleg a szentségekkel kapcsolatos kiadások, miseruha, öltözékek, amiket vettünk ide a templomba, 997,50 €. A biztonsítási egyenleg 208,94 €, ez egy ilyen véglegesített összeg, hogy ezzel be is fejeztük, ezzel a biztosítóval egy új biztosítást fogunk kötni, mivel hát tudjuk, hogy általában csak befizetjük és nem kapunk belőle semmit. Tehát általában most is volt, hogy a szél megkezdte a templomnak a tetejét, és ugye hát ebből nem láthattunk semmit. Köszönet azoknak, akik javították, és hát ideiglenes állapotba helyezték, hogy ne azzon be munkáért is, és a anyagiakért is. Mivel a válasz az, hogy nem szakszerűen volt megcsinálva a tető, mivel csak szögelve volt, és ugye fönt megnéztük fizikailag is, hogy nem minden szög ért deszkát, tehát lehet, hogy a 80%-a van gyakorlatilag leszögelve, többi csak át van lyukasztva, tehát nem szakszerűen lett megcsinálva a tető, és ez miatt, hogy a szögeket korrodálás ugye folyamán, hogy a szél, ha valahol alá tud kapni, akkor meg tudja emelni, és ez miatt a biztosító, mivel ez emberhiba vagy kivételezési hiba, azért nem fizet. Tehát ilyen esetekben arra próbálnak irányítani bennünket, hogy kérjük vissza a pénzt azoktól, akik ezt csinálták. Tehát ezt tudjuk, hogy ez már lehetetlen. A vízdíj 7,58 €, ez még, ugye amikor lesz a egyenlegkészítés, ez növekedni fog, kb. Általában 40 € szokott lenni. A Szent Adalbert, nem is központban, hanem társulásnak a kötelező irodalmi kiadásai, amik érkeznek a plébániára, 172,30 €, ehhez kapcsolódik még 391,10 €, és ami szintén kötelező, amit a püspökségről küldenek, tehát itt úgy kell tudni, hogy ez jön egy ilyen kötelező irodalom liturgiával kapcsolatban, az a liturgika, vagy úgynevezett duchovný pastier, lelki pásztor, és így tovább. A direktóriumoknak az ára és ezek apró pápai enciklikák, amik érkeznek, a legújabb tájékoztatások, ez 50 € került.
egyéb kiadások, plusz meg az archívumnak a rendezése, tehát itt katalogizációról is van szó, tehát vannak még egyéb más kiadások, tehát van egy része, hogy a padláson minden le lett takarítva, de van egy olyan elzárt része, amit sikerült megóvni, és ott vannak 1700-as évekből származó könyvek is, irodalom. Hát a könyvet, ami a plébánia életét illeti, azt nem találtuk meg, tudjuk, hogy létezik. Ez a Directorium Parochiale. Tehát ez régebbi időről volt vezetve, és volt is készítve valamikor másolat, de ez nincsen meg. Tehát ott olyan események, dolgok vannak, amik a plébánia életét illetik így több száz évvel visszamenőleg. Tehát ez valahol megvolt, de ezt nem találtuk meg a plébánián sajnos. Tehát ezeknek a rendbetétele és az egyéb kiadások 1401,05 €. A szemétdíj a 18 és a 19-es évre 39,23 €, tehát mind a kettő évre ebbe az évbe volt befizetve. Tehát ez kereken 7739,26 € tesz ki. Tehát ami a kasszába való bevétel, az 9018,36 €, ez a persejből. Volt egy visszakapás, egy ilyen irodalmi dologból, ami megszűnt, az 6 €. Az adományok, a fizikai személyek adománya 1510 €. Tehát összesen a kosszában 10534,36 € van, és még plusz az a rész, amit említettem, a 262,30 €. Gyakorlatilag a növekedést illetőleg 6754,71 euróval növekedett a egyenlegünk, de hogy ebben jobban képbe legyünk, tehát még egyszer ismételve 20467,87 € van a számlán, és a kasszában 2795,10 € és 9350 forint. Tehát ennyi lenne az anyagi beszámoló. Ezeknek a különféle tételei, ezek pontosan szét vannak írva a könyvelésbe, illetve a vasárnapi bevételek lebontva vasárnapokra és ünnepnapokra, aki szeretné és érdekli, az megtekintheti a sekrestjében. Kedves testvérek, nem csak számokkal dolgozunk, de a statisztikához hozzátartozik a szomorúbb és a vidámabb dolog is, az elhunytakra gondolunk, és a megkereszteltekre, a születettekre. Egy jó hír a halálozási arányjal kapcsolatban az, hogy érdekes a statisztikának összehasonlítása, és mindig nézem az előző éveket is, hogy gyakorlatilag itt Szőgyénben mindig 34-en halnak meg, egy évet kivéve, 2015-ben 27-en haltak meg. Viszont 2019-es év úgy lehet mondani, hogy ez sokkal vidámabb év, mert csak 20-an távoztak el az élők sorából, pontosabban 20 személy van vezetve a mi matrikánkba. Itt egy-két személlyel módosulhat, vagy növekedhet, abban az esetben, hogyha ebben a közösségben élt, de máshol lett eltemetve, az máshol van vezetve, más anyakönyvbe. Ezzel kapcsolatban egy gyakorlati információ a temetkezéssel kapcsolatban egy fontos dolog, ami mindig is érvényben volt, viszont most kell a figyelmet fölhívni arra, mivel talán a tavalyi évben, vagy tavaly előtti évben előfordulhatott, vagy más helyeken is a körzetben előfordul, hogy lehet temetkezni koporsós temetés által, és lehet hamvasztással is. Igazából, hogy milyennek kellene lennie a folyamatnak, a koporsós temetést azt ismerjük, de amennyiben hamvasztás, akkor a koporsónak igazából még a ravatalozóba kell lennie a szertartás végeztével, és azután viszik hamvasztani. Így kéne lennie. Tudjuk, hogy praktikusság és anyagi okokból előfordul, hogy vagy vannak gyakorlati okok is, hogyha később tolalják meg az elhunytat, hogy rögtön viszik hamvasztani, és már csak a hamvait helyezzük el a Szent Misa után. Ez még mindig a jobbik eset. Abban az esetben, hogyha valakit koporsós temetéssel kezdünk temetni, és megvan a Szent Mise, a Gyász Mise,
utána a temetőben, a koporsónál, az elhunytnál a búcsúztató, és utána viszik hamvasztani, akkor is itt jön ez a fölkiáltójel, kötelező, hogyha a hamvakat megkapjuk, a család megkapja a hamvakat, elhelyezni, eltemetni kijelölt helyre. Az állami és egyházi előírás egyaránt, és itt szokott előfordulni az, hogy nem szoktak szólni a családok, más helyen ez nem probléma, hogy egy rövidke szertartás keretében, szűk körben elhelyezzük az elhunytnak a hamvait a temetőben, vagy a kijelölt helyen az urnát, amelynek zárhatónak kell lenni, tehát a lefedése tartósan zárhatónak kell lenni. Előfordult olyan, hogy megfeleljenek az előírásoknak, hogy elhelyezték a hamvakat, nem itt ebben a faluban, de a körzetünkben, és utána a családtagok kivették a hamvakat és elvitték haza. Ez bűncselekmény. Tehát ez nem csak, hogy egyházilag nem megengedett, hanem gyakorlatilag állami törvényeket is sért. Tehát úgy kell lenni annak lezárva, hogy azt onnan ne tudja senki kilopni. Mert ilyen is előfordulhat különféle szekták, hogy meggyalázzák az elhunytat, és ezekre általában kipécézik, hogy figyelik. Nálunk ez még nem fordult elő, de a környezetben, itt a környező falukban ez már előfordult. Tehát erre figyeljünk oda. Miért fontos ez? Tehát amennyiben a hamvakat megkapta a család, tehát értesíteni kell a plébánost, kerítünk rá időt, hogy elhelyezzük szűk körben a hamvakat, mert csak ezután lehet bevezetni az elhunytak anyakönyvébe a megholtat. Ugyanis ha nincs eltemetve, nem lehet az anyakönyvbe bevezetni, mert nem volt eltemetve. Az csak egy statisztikai adatként szerepel lehet, hogy valaki meghalt a faluban. Ez egy példa, ugye itt volt nem csak István atya, akinek itt volt a gyászszent miséje, meg volt a temetési szertartása is a koporsónál, itt a templomban, a Szent Mise végén, és eltemetve viszont Újvárba lett, koporsósan, tehát a újvári anyakönyvbe került bevezetésre. Mindig ott, ahol nyugalomra helyezik az elhunytat, oda írják be. Amennyiben a hamvak valakinél otthon vannak, nem nagyon megengedett ez a dolog, egyáltalán nem megengedett ez a dolog. A pszichológusok se ajánlják ezt, valakinek ez nyugtató, csak eddig úgy csináltuk, hogy tehát be volt vezetve az anyakönyvbe, hogy ne maradjon ki az a személy, de hivatalosan nem vezethetnénk be az anyakönyvbe. Csak ezért mondom, hogy ezt próbáljuk elfogadni. Ez nem egy új dolog, ez mindig is volt, csak most kezdett ez a felszínre jönni, hogy egyre gyakoribbá válik, nem csak a körzetben, hanem az egész környéken ez a típusú hozzáállás az elhunytak földi maradványaival kapcsolatban. Tehát ezt szükséges volt kijelenteni, és ezt ilyenkor tehetjük meg így évvégén elsősorban, hogy erre figyeljünk oda. Tehát nyugodtan lehet hívni, ha valaki megkapja a családtagoknak a hamvait, és akkor szűk családi körben egy kis imával és áldással elhelyezzük a nyugovó helyére, és így az anyakönyvbe is be lehet vezetni nyugodt lélekkel. Köszönöm szépen ezt a megértést. Tehát kedves testvérek, az elhunytak, mivel nem csak számokról van szó, hanem nevekről, elhunyt és eltávozott közülünk, és a mi közösségünk anyakönyvébe van vezetve, a mi temetőnkben nyugszik, elhunyt Gyelnyék született Mánya Ilona, Szabó Mária, Kajan született Monc Matild, Kajan József, Gábris János, Porubszki született Haluska Rozália, Horváth Ferenc, Nagy született Kollár Rozália, Krizsák József, Kanozsai született Gábris Anna, Nagel László, Víg Katalin, Valko Rozália, Dömösi Tibor, Varga Gyula, Fleischerová Renáta, Kató született Méri Mária, Bajtek Milan, Szalai László, Cillink született Énok Matild, nyugodjanak békében. A többi elhunyt testvérünkre is emlékezünk, de más temetőben vannak elhelyezve végső nyugalomra, de a közösségünkben éltek, őértük is imádkozunk. A megkereszteltek száma ugyanúgy, mint tavaly 14-en vannak,
ez nem kell, hogy egyezzen a születések számával, hiszen valakit még nem kereszteltek meg, és már megszületett, és valaki pedig később lett megkeresztelve, és most már a kereszteltek anyakönyvében láthatjuk. A megkereszteltek ebben az évben Starovics Balázs, Kaszásová Krisztina, Szlezákova Emília, Kurz Oliver, Izsákova Jászmin, Bagó Oliver, Kurz Zoé, Kátai Barbara, Stefanka Lilla, Kurz Máté, Simonka Zsófia, Surányi Attila, Tokács Alexa és Szűcs Lea. Ezekből tehát 5 fiú és 9 lány. A házasságkötések száma az 5, ugyanígy ez tavaly évben is így volt. Szentségi házasságot kötöttek Ondró Erik és Mlatyecová Linda, Laszlowski Tomás Kristóf és Melecski Kata, Horesnyik Péter és Zimano Judit, Pató Dániel és Dukony Dóra, Szabó Dávid és Zeman Katalin. A birmálkozók a 2019-es évben összesen 56-an voltak, neveket nem fogom fölolvasni, nemrég volt a birmállás, 34 nő és 22 férfi. Az első áldozók száma 11, ebből 10 magyar nyelven és 1 szlovák nyelven, 5 fiú és 6 lány. Balázs Krisztián, Dékány Alex, Ivanics Luca, Janke Ida Liana, Kunyik Zsófia, Kurz Oliver, Lakatos Alex, Metz Korina, Szlezák Emília, Varga Lilien és Sárközi Sebastian. Kedves testvérek, ezek a személyi statisztikai adatok, és egyben szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, áldozatos munkáját és imáit, akik az egyház községünk életét előbbre vitték és segítették. Szeretnék köszönetet mondani a mi organistánknak, a Katkának, Katinak, illetve az énekkarnak, akik az énekükkel szebbé teszik a liturgiát, az asszisztenciának a sekrestében és a templomban, Juditnak és Margitkának, hitoktatónknak, Valikának, aki az óvodában tartja a hittant, a temetéseken való énekért, a kórusnak, takarításért és a templom díszítéséért, az oltárok díszítéséért, a virágokért, a karácsonyfákért, adventi koszorúkért, a plébánai körüli munkákért és a plébánai kertben végzett és a templom körüli munkákért. Isten fizesse meg a segítségeteket. Köszönet a minisztránsoknak, a községi hivatalnak, polgármester úrnak, a közmunkásoknak, a tűzoltóknak, a szponzoroknak, vállalkozóknak, akik támogatták a felvidéki minisztráns olimpiát és a nyitott templomok napját. Nagyon sokan voltak és sokat segítettek, Isten fizesse meg név szerint. Nem sorolom fel őket, de nagy hálával tartozunk nekik is. És minden adományért, támogatásért, segítségért, imáért Isten fizesse meg a kedves testvéreknek az áldozatukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos